Lánccal lezárt kapu, ez a vége a Pécsi-Szendrei Júlia utcának a hullámfürdő felüli oldalon. Korábban használhatták ezt a gyalogosok, itt lakók, akiknek most kerülni kell az átjáró lezárása miatt. Durván egy kilométeres kerülőt kell tennie azoknak, akik be akarnak jutni erről a területrészről a belvárosba. Ez mind az ott lakóknak egy nagy tehertétel, különösen az időseknek, és nagy tehertétel azoknak is, akik a hullámfürdőbe szeretnének jönni, hiszen a buszváróktól nagy kerülővel kell odaérniük a fürdőhöz. Ugye nyáron nagy melegbe strandolni vágyóknak ez kellemetlen, és hát azért ez megint a tömegközlekedés ellen is hat, hiszen sokan inkább azt mondják, hogy ha ekkora kerülőt kell tennem gyalog, akkor inkább autóval jövök, és ez pedig megterheli egyrészt az utcának a légszennyezettségét, másrészt a parkolást. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kardinális kérdésről van szó, hogy és tulajdonképpen egy apróság, tehát egy kaput megnyitni nem egy olyan nagy történet. Ez az utca másik része, ahonnan könnyen elérhető a kórháztér. Itt állnak meg azok a buszok, amikkel jöhetnek a hullámfürdő vendégei. Korábban itt szabad volt az átjárás, mondja a politikus. A Szendrei Júlia utcát, ugye 80-as években, amikor a megyei, akkor még megyei kórházat, ma ugye a Pécsi Tudományegyetem a fenntartó bővítették, akkor egy épület a Szendrei Júlia utcát keresztül szállt el. Az volt akkor a megállapodás, mikor ez a toldás elkészült, ami az utcát keresztül vágta, hogy az utca lakói, illetve a környék lakói, tehát az Ispitalja azon részén élők a belvárosba úgy fognak tudni könnyen és gyorsan átjutni, hogy ott van egy kapu a Szendrei Júlia utca végén, amin egy gyakorlatilag egy bő 100 méteres sétával beérnek a belvárosba, illetve a Rákóczi úti buszvárókhoz ott a kórháztéren. Azonban a Covid-járvány miatt le kellett zárni az átjárót még 2020-ban. Azóta nem működik ez az útvonal, amivel sokan nem értenek egyet. Ezért megkeresték a terület képviselőjét. Tartottunk egy fórumot a területen, és most pedig egy aláírás gyűjtés zajlik. Arról tudok beszámolni, hogy mind a lakosság részéről, mint a hullámfürdő vendégei részéről, hogyha összeadjuk, hogy több száz aláírásnál tartunk már most is, de még nagyon az elején vagyunk. Egyelőre még gyűjtik az aláírásokat, a klinikai központ vezetését ennek lezárulta után keresik fel, mondja Barkóczi Csaba. A képviselő abban bízik, hogy nyitott lesz az egészségügyi intézmény a kérésükre, és újra megnyitja az átjárót a Szendrei Júlia utcában.